Isten hozta vendégeimet, Galgócini Szabó Zsófiát és Aranyosi Mihályt. Szép jó napot kívánok! Jó reggelt kívánunk! Nem vagyok abban biztos, hogy mindenki hallott már a földrajz éjszakájáról. Ez mikor indult ez a kezdeményezés? A földrajz éjszakája egy nemzetközi kezdeményezés, Franciaországból indult mindösszesen 4 évvel ezelőtt. Az a célja, hogy a földrajzot, mint tudományágat a lehető legszélesebb körökben ismertesse, mind felhívja a figyelmet ennek a hasznosságára, érdekességére, a különböző szegmenseire, alapvetően arra, hogy a teret hogyan vizsgáljuk. Ti szerettétek annak idején a földrajzórát? Én igen, bevallom őszintén, én még földrajzból is érettségiztem, úgyhogy nekem közel állt a szívemhez, és azóta is úgy vissza-vissza köszön az életem során a földrajz, mint tudományág, és annak a gyakorlati haszna is az életben. Tehát olyan érdekes, hogy ahogy az élet megy előre, szerintem visszaköszön talán mindenkinek. Igen, én is így vagyok velem, mindenképpen. A másképp nem, amikor autózik az ember, és a térképet bújja, hogy merre is kéne menni, akkor ott azért nem baj, hogyha van egy kis térképészeti tudása az embernek, kis földrajz tudása. Persze, valahogy, nem tudom. Viszont most, hogy vannak ezek a földrajz éjszakája, nem tudom, programok, lehet, hogy így most meg fogom szeretni. Szerkesztőasszonynak javasoljuk. Mindenképpen azt is, hogy április 9-én pénteken csatlakozz be szerkesztőasszony ebbe az előadás sorozatba. Ugye sokan kérdezhetik, hogy mit keres a Budapest belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templom egy ilyen esemény sorozat kellős közepén. Na, pont ezt akartam megkérdezni. Ráadásul pont 4 előadással. Nos, aki ismeri dr. Osztia Zoltán plébános urat, azt tudja, hogy ő egy rendkívül sok irányba figyelő, rendkívül széles látókörű személyiség, egy igazi reneszánsz ember. És így jött az ötlet, az az elképzelés, hogy ne csak azoknak mutassuk meg a templom történeti, hitéleti és egyéb értékeit, akik szinte belebotlanak az Erzsébet híd, Pesti híd főjénél a templomunkba, hanem azoknak is, akik esetleg az ország más területén élnek, esetleg külföldről követik ezt az eseményt. Tehát próbáljuk meg a lehető legszélesebb körnek megmutatni azt, hogy mit jelent ez a templom. És hát sajnos a vírusjárvány kapcsán ebben az évben nagyon-nagyon korlátozottak a lehetőségeink, tehát nem tudjuk meginvitálni az embereket, hogy jöjjenek el, vegyenek részt egy tárlatvezetésen, vagy jöjjenek el és nézzék meg a különböző történeti oltárokat a televízióban, vagy a Szent Istvánkori templomnak az alapjait. Úgyhogy átköltöztünk mi is az online térbe, és 4 előadást készítettünk elő, amelyet 9-én este szeretnénk is az érdeklődőknek elmondani és megmutatni. És hát, bocsánat, gyakorlatilag kerestünk is egy közös nevezőt a különböző együttműködő partnerekkel, többek között a Mária út egyesülettel, és hát ez a közös nevező a zarándoklat lesz. Ha most nem lenne a vírus, meg hát már tavaly is gondolom ugyanígy nem valósulhatott meg az, ami egyébként jellemző lenne a földrajz éjszakájára. Hogyan zajlana? Vagy reményeink szerint jövőre, amikor már nem lesz ez a járványhelyzet, akkor miből áll elvileg egy ilyen éjszaka? Gyakorlatilag mindenki kitalál valamit, amelynek a segítségével felhívhatja a figyelmet. Egyrészt a földrajzra, a térre, vagy éppen mi például a geográfián keresztül a zarándoklatokra. Mi 4 előadást szerveztünk meg ebben az évben, mindegyiknek a fókuszában a zarándoklat áll, annak mindenféle fajta hitéleti szempontjával együtt, és igyekeztünk ezt úgy felépíteni, hogy a legkisebb egység a templomunk, amit be fogunk mutatni egy előadáson. Ezt követően lesz egy magyar témánk, ez a Mária út, az ott szerezhető lelki és egyéb élmények. Lesz egy európai témánk, és lesz egy olyan nagyon-nagyon távoli országból egy olyan élmény, ami nagyon-nagyon érdekes, vonzó és fontos, talán még a katolikus televízió nézői számára is. Mert ez micsoda?
A végén kezdjük? Igazad van. Akkor előtte Zsófitól megkérdezem, hogy neked az életedben mikor kezdett szerepet kapni a zarándoklat? Ez egy nagyon jó kérdés, mert amióta a Mária útnál dolgozom, és azt gondolom, hogy ez nem egy munka, hanem egy szolgálat, azóta egyre inkább azt gondolom, hogy igazából születésem óta valahol egy zarándok úton járok. És most, hogy közelítek felé, és most, hogy már nem egyedül járom, hanem tényleg egy azt gondolom, egy igazi közösséggel, azóta igazán el tudunk ebben mélyülni, és hogy hogyan kapcsolódunk a földre az éjszakájához, ez is egy nagyon érdekes dolog, hiszen mondjuk ki, hogy a természetjárás az maga a megvalósult földrajz. Tehát amikor az ember kint van a természetben, csodálja ezeket a fantasztikus természeti képződményeket, kincseket, ahogy megy az út során nem csak a természettel, hanem nyilván a kulturális örökség kincseivel is találkozik, és mindemellett kap egy spirituális töbletet, egy spirituális tartalmat a Jóisten kegyelméből, az emberek szeretetéből, azokból a kapcsolatokból, amik az út során érik az embereket. Azt gondolom, hogy ez egy igazi eszköz a mai ember számára, hogy a mindennap életeinek a nehézségeit, a problémáit egy kicsit könnyebben fel tudja dolgozni. Most, hogy így bezáródott a világ, mindenki vágyik természetesen arra, hogy most már kijusson a természetbe, kijusson a szabadba, hogy szabad legyen. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lehetőség, hogy itt a régióban megtapasztaljuk az zarándoklásnak ezeket a fantasztikus eszközeit, ajándékait. Máriacell és Csíksomlyó között szervezzük ezeket az zarándoklatokat, építünk egy útvonalat. Máriacell és Csíksomlyó, valamint Medjugorje és Csesztohova között, úgyhogy ha az ember elképzeli, akkor ugye ez egy keresztet formáz. Az útvonal építése is hatalmas élmény, kezdve itt, hogy ki kell menni az erdőbe, és ki kell festeni a jeleket, ki kell táblázni, hogy mindenki eltaláljon, térképre kell vinni magát az útvonalat. Ez mind-mind földrajz. Úgyhogy nagyon érdekes, hogy amit az elején is említettem, mennyire visszaköszön az ember életében az a kis tudás, amit talán a középiskolás korában magára csípett. És azok az ajándékok, amikben részesül az ember, az meg azt gondolom, hogy magát az életet jelképezik. Tényleg, ahogy az ember elindul egy élethelyzetből, vagy boldogan, vagy szomorúan, vagy keserédesen, de mindenképpen elindul egy úton, és másképp érkezik meg. Az út megváltoztatja az embereket. Egészen más attitűddel állnak az emberek az út végén az életükhöz, a problémáikhoz. És azt gondolom, hogy ez maga a kegyelem, hogyha megkapják azt az ajándékot, azt az eszközt, amivel tovább tudják fordítani az életüket. Úgyhogy én nagyon-nagyon örülök, hogy bemutatkozhat a Mária úton ezen a rendezvényen, és bízom benne, hogy tovább tudjuk örökíteni ezt a hagyományt, ezt az értéket a fiataloknak is, és az idősebbeknek is. Persze sokan kérdezik, hogy hát ki kell ma útra, ki zarándokol ma Magyarországon, hiszen nagyon sokan elmennek az El Camino-ra, megnézik a spanyol verziót. Az az óriási különbség, azt gondolom, az itthoni zarándoklatok és a spanyol között, hogy itt szervezetten is működnek, csoportosan is működnek. Persze nem most. A járványügyi szabályok ezt most nem teszik lehetővé, de amint lehet, mi is nagyon-nagyon sok szép eseménnyel, rendezvénnyel készülünk. A Mária útnak éves szinten is nagyon-nagyon sok szervezett zarándoklata van, természetesen a Máriás búcsús hagyományokra épülve, de ezen kívül is van több nemzetközi nagy rendezvény. Az egyik például az Egy úton nemzetközi zarándoknap, amely során a teljes Mária úton indulnak augusztus 15-én Nagyboldogasszonykor zarándoklatok, Máriacellnél, Csíksomlyónál, Felvidéken és Délvidéken, és persze itthon is. Ezek mögött, az zarándoklatok mögött mindig önkéntesek vannak. Azt hiszem, hogy ez a legnagyobb erő a Mária útban, hogy egy közel 300 fős önkéntes csapat működteti, festi a jeleket, szervezi a zarándoklatokat, és persze készül a lelki tartalommal is, mert hogy minden zarándoklatnak van természetesen egy lelki tartalma. Szóval én azt gondolom, hogy ez is egy kiváló lehetőség, hogy megmutassuk az embereknek, hogy itthon is vannak kincsek, mint spirituális értelemben, mint pedig akár földrajzi értelemben. Azt mondtad, hogy gyerekkorodtól zarándok úton, vagy igen, felnőttként meg tudjuk így fogalmazni, hogy az egész életünk zarándok út, de emlékszel konkrét zarándok helyet? Tehát a családoddal mentetek úgy, hogy kifejezetten nem kirándulni, sétálni, hanem kifejezetten, na most felkeresünk egy zarándok helyet? Az én családom Balaton-Almádé kötődésű,
és a Balatonalmádi Sümeg közötti útvonal zarándoklat nagyon-nagyon régi hagyományokra tekinthet vissza. A Sümegű búcsúra szeptemberre indultak Balatonalmádiból a Szent Imre kápolnától a zarándokok, és ezt egy közel 20 évvel ezelőtt élesztették újra. Szabó Tamás, aki most a Mária út Egyesület vezetője, sok-sok szellemi partnerrel találta ki, hogy kéne ezt a szép hagyományt újraéleszteni. Úgyhogy ez lett végül is a Mária út bölcsője, ez a szakasz. A mai napig járják ezt a szakaszt. Egyébként a búcsútól függetlenül, hiszen a Balaton felvidék amúgy is rengeteg gyönyörűséget tartogat, de minden évben, szeptemberben a sümegi búcsúra a mai napig, 3 napig zarándokolnak Balatonalmádiból. Mihály, neked van gyerekkori emléked kifejezetten zarándoklatról, ilyen családi... Van, természetesen. Bevallom őszintén, hogy én Nyíregyházáról származom, és ott a legközelebbi zarándok hely az mindenképpen Mária Pócs, úgyhogy évente 2-3-szor édesanyámmal autóba ültünk és elmentünk egy pócsi búcsúba, illetve zarándoklatra. És így visszagondolva, ahogy az ember egy picit idősödik, de csak egy picit, most érzi igazán az ember, hogy micsoda óriási teljesítmény volt például édesanyám részéről, amikor 70 évesen csatlakozva a nyíregyházi főplébániához gyalogosan mentek el Nyíregyházáról a pócsi búcsúba. Ez körülbelül 30 kilométer, és ezt 70 évesen megtenni, na az nem csak lélekben hatalmas teljesítmény, hanem fizikailag is. Úgyhogy igen, mindenképpen Pócs számomra ilyen szempontból a világ közepe. Rendkívüli helyzet van, és nyilván ehhez alkalmazkodik akkor az idei földrajzi éjszakája is. Már elkezdted mondani, hogy lesznek előadások. Akkor hogyan kapcsolódjon be az, aki szeretne? 4 előadást tervezünk. A legkisebb egysége ennek a dr. Asztia Zoltán plébános úr köszöntője mellett április 9-én 19 óra 15 perckor egy olyan rövid 30 perces előadás lesz, amely a belvárosi főplébánia templomot mutatja be. Ugye templomunkban 4 erekje található meg, rendkívül fontos történeti helyszín a templom, és hát plébános úrnak szigorú elhatározása, hogy Budapestre ne jöjjön úgy zarándok, hogy nem nézi meg a belvárosi főplébánia templomot. Ez egy utóbbi egy évben elhatározott szándék, tehát ezen dolgozunk nagyon szigorúan, és ebben én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jól összekapaszkodva fogunk tudni dolgozni például a Mária út Egyesülettel is. Csak példaként szeretnénk elmondani, hogy az 52. eucharisztikus kongresszus záró szentmiséjére reményeink szerint a belvárosi főtemplomból fognak átsétálni, átmenni az zarándokok, akik ide érkeznek szerte a Kárpát-medencéből. A templom lesz a központja. De erről talán Zsófia tud többet mondani. Mert hogy a Mária út természetesen készül zarándoklatokkal az eukarisztikus kongresszusra, azt gondoljuk, hogy talán itt tudunk leginkább méltó módon felkészülni egy hosszú vagy rövidebb gyaloglással. Természetesen ezek a zarándokok valamiért felajánlják zarándoklatokat. Úgyhogy a tavalyi évben is már elkezdtük szervezni, az idei évben meg leporoljuk ezeket a kis zarándoklatokat. 25 darab zarándoklat fog a Mária út szervezésében elindulni Máriaceltől, Csíksomjóról, Csesztohovából és az ország több területéről is, Pécsről, például Sümegről is elindulnak gyalogosan és kerékpárral Budapestre az eukarisztikus kongresszusra, és mindenki a belvárosi plébániához fog megérkezni, tehát ez lesz egy nagy érkeztető pont, ki Csesztohovából, ki Máriacelből. Úgyhogy reméljük, hogy ez egy igazi jelképe lesz a nemzeti összetartozásunknak is, hitünknek is, és azt gondolom, hogy talán az eukarisztia ünneplésének is, talán ez egy nagyon-nagyon szép jelképe, hogy ennyi ember, ennyi helyről föláldozva az idejét, a szabad idejét, az energiáját, és persze nyilván lemond a kis megszokott körülményeiről, kényelméről, és ezt az áldozatot meghozza azért, hogy felgyalogoljon, vagy felbiciklizzen erre az ünnepre. Oda fogunk megérkezni
az Erzsébet híd lábához, és akkor ez a tervünk, hogy egy szép, gyönyörű, egységes menetbe elzarándokolunk, és reményeink szerint a Szent Atyához fogunk megérkezni, úgyhogy bízunk benne, hogy sokan fognak csatlakozni hozzánk. Ez óriási logisztikai feladat. Igen. Mert ugye, akik nagyon távolról indulnak, hát nem egy húzamban teszik meg az utat, tehát mindenhol etaponként szállást kell nyújtani. Étkezés, egyszerre több ember. Kísérőautó, lelki program, csomagszállítás. Nagyon-nagyon sok minden van egy ilyen zarándoklat hátterében. Ez természetesen, mint ahogy ezt mondtam, és az Egyesület mellett működtető önkéntes hálózat csinálja. Úgyhogy nélkülük azt hiszem, hogy nem működhetne ez a dolog, és azt hiszem, hogy ez a legnagyobb ajándéka ennek az arándoklatnak is, hogy ennyi ember azon dolgozik önként, szolgál, hogy a másik embernek egy ilyenfajta élményt nyújtson, segítse, kísérje az útján. Ezt szoktuk mondani, hogy a Mária út önkéntes szolgálata alapvetően segítségnyújtás, egy támasz. Kísérjük az arándokokat, segítjük az útjukon, de nem feltétlenül oktatjuk. Van, azt gondoljuk, hogy a Jóisten kegyelme, ami majd átsegít, megmutatja a megfelelő lépéssort az út során, mi meg ebben támogatjuk őket az önkéntesek által is, úgyhogy bizakodunk benne, hogy mindenki így fog majd megérkezni. És a szállásadók is önkéntesek? Tehát lehet jelentkezni? Most tudom, hogy az Eukarisztikus Kongresszus annak idején jelezte, hogy aki tud szállást felkínál külföldről érkezőknek, de itt nem csak Budapestről van szó, tehát végig az utak mentén, az utak során, tehát ilyesmire ti számítotok? Az a nagy szerencse természetesen, hogy ahol már kiépült a Mária út, tehát már él, ott zarándok szállások vannak, meghatározott távonként a zarándokok rendelkezésére állnak. Ezek kb. Ilyen 25-30 kilométerenként van egy szállás, ami azért az is egy felajánlása, hogy fogadja az zarándokokat. Ahol nincs, ott pedig az önkéntesek megkeresik az összes létező zarándok szállásként működtethető szállást, és megkérdezik, hogy be tudnák-e fogadni az zarándokokat. Ezek lehetnek plébániák is, tehát nem csak a non-profit szférából, hanem plébániák, közösségi terek, iskolák, kollégiumok mind-mind szóba jöhetnek, és bízunk benne, hogy ez is mutatni fogja majd az erőt mögött, az arándoklat mögött. Akkor ha most visszatérünk a 9. késő estéjére, ugye azt hallottuk, hogy Zoltán atya a belvárosi nagyboldogasszony főplébánia templom plébánosa tart egy kis előadást arról a sok látnivalóról, ami majd, ha már lehet kirándulni, utazni, akkor fogadja ott a templomban az érkezőket. De az 4 előadásról beszéltél, akkor mi a következő? Ezt követően 20 órakor Szabó Tamás úr, a Mária út Egyesület elnöke bemutatja a Mária utat, fokuszálva a magyarországi szakaszra. Az lesz az előadás címe, hogy élmények a Mária út magyarországi szakaszán. Majd 21 órakor, egy picit távolabb megyünk a térben, Litvániába fogunk kirándulni, amikor is Kuzmányi István úr, aki egy könyvet írt Litvániáról, be fogja mutatni azt a litván fővároshoz közeleső zarándok helyet, amelynek már a szovjet időkben is rendkívül nagy hagyománya volt. Ezt úgy hívják, hogy a Keresztek hegye. Ezt egy dombot kell elképzelni, ahová az emberek elkezdtek különböző nagyméretű feszületeket vinni, vagy vasból, vagy fából, vagy más anyagból, és több mint 10 000 ilyen feszület került elhelyezésre ide a Keresztek hegyére. Nagyon érdekes, bocsánat, 1993-ban Szent II. János Pál pápa is a baltikumi útja során ellátogatott ide, elzarándokolt a Keresztek hegyére, és ezt a helyet fogjuk most megismerni mi magyarok, mert azt hiszem, hogy viszonylag kevesen ismerik ezt a helyet Európában. Igen, de én láttam róla fényképeket, meg egyszer a mi közösségünk által szervezett lelki gyakorlaton résztvevő egyedülálló szülők nevében valaki elzarándokolt, és vitt minden résztvevő nevében egy keresztet, és ott elhelyezte, és ez tényleg nagyon megérintő, hogy mi keresztünk is ott van. Ti jártatok már ott személyesen?
Én még nem. Na, akkor nem, ez majd én nem. Sem. De a szervezés folyamán olyan 4-5 nappal ezelőtt, még húsvét előtt a Facebookon kaptunk egy üzenetet. Szentendréről jelentkezett be egy cserkész csapat vezetője, hogy bizony-bizony ők februárban készítettek egy saját keresztet. Ezt gyorspostai úton kiküldték egy litván cserkész csapatnak, akik a nagy februári télben, hóban, fagyban kimentek a Keresztek hegyére, elhelyezték, lefotózták, csoportképet küldtek, úgyhogy már legalább 2 magyar kereszt van ezek szerint Litvániában. Igen, biztos még sokkal több is. És aztán van egy negyedik előadás. Van egy negyedik előadásunk is 22 órától, amit dr. Lányi Béla Verbita misszionárius szerzetes testvér fog megtartani. Őt nagyon sokan ismerik, azt gondolom, hiszen nagyon aktív itt a magyar egyházi közéletben Béla testvér, a nagy távolság ellenére is. Ő Fülöp-szigeteken szolgál jelenleg, egészen pontosan Cebu városában. Bizonyára nagyon sokaknak ismerős ez a városnév, hogy Cebu, hiszen a megelőző 51. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus Cebuban volt, és ott döntötték el, hogy Magyarország, Budapest lesz a következőnek a helyszíne. Béla testvér Cebu zarándok helyet fogja bemutatni, egy vetített képes és filmekkel illusztrált előadás keretében, hogy hogyan alakult ki Cebuban a zarándoklatok rendszere, mi az, amelyre alapozva ez létrejöhetett. Ez is egy nagyon-nagyon érdekes dolog, bár elég későn fog kezdődni, 22 órakor, de érdemes azért fennmaradni és megnézni. Hát igen, ezért hívják földrajz éjszakájának, hát hogyha délután lenne, akkor a földrajz délutánja lenne. Egyébként nagyon sok fájdalom, sok nehézség, sok baj kapcsolódik ehhez a járványos helyzethez, de kétségtelen előnye az, hogy a világ minden tájáról be tudnak kapcsolódni, és lám-lám az egyik előadó távolról, mintha csak itthon lenne, tartja az előadást. Így van, és nagyon reméljük, hogy nagyon sok emberhez el is fog jutni ez az üzenet, amit mi így közösen a Mária út egyesülettel megkonstruáltunk. Úgyhogy buzdítjuk is a Katolikus TV kedves nézőit, hogy keressék a Facebookon ezeket az eseményeket, mind a belvárosi Nagyboldogasszony főplébánia templom, mind a Mária út egyesület, mind a Mária rádió Facebook felületén ezeket élőben fogjuk közvetíteni, tehát könnyen és egyszerűen be lehet csatlakozni ezekhez az eseményekhez. Hoztál egy lapot, amin a közeljövő eseményeit soroljátok föl, hogy mikor érdemes oda telepedni a képernyő elé. Én azt hiszem, hogy talán kezdhetjük a felsorolást itt a beszélgetés végén az április 8-i Szentmise közvetítéssel. Igen, hát templomunkban a jelen helyzetben március 8-a óta minden szentmisét közvetítünk, de ez az április, március 8-a óta, viszont ez az április 8-ai szentmise közvetítés nagyon különleges lesz abból a szempontból, hogy ez a dátum Gróf Széchenyi Istvánnak, a legnagyobb magyarnak a halála napja. 161. évfordulójáról fogunk megemlékezni Gróf Széchenyi István halálának, és ebből az apropóból együttműködve a Széchenyi Társasággal egy nagyszerű, egy nagyon felemelő emlékmisét tervezünk, amely 17 órakor fog kezdődni. Ezt a szentmisét a televíziónk, az EVTN is közvetíti. Igen. Igen. Akkor másnap, 9-én, tehát akkor ez a földrajz éjszakája, hogy érdemes akkor kapcsolódni és odaülni folyamatosan a képernyők elé. Na és akkor 10-e. Na az már délután, ugye látom, hogy 4 órakor Zoltán atya tanítást tart, vagy előadás sorozatának a következő részét tartja. Így van.
Mi nagyon-nagyon készülünk lokális, helyi szinten az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. A nézők bizonyára emlékeznek rá, hogy már beszéltünk itt az úgynevezett 8. szentmisékről, amelyből már 2 megvolt. Most viszont beindítunk egy új sorozatot, az úgynevezett Szentségimádás iskoláját, amikor is havonta egyszer, egy szombat délután dr. Osztia Zoltán plébános úr egy 30 perces elmélkedést tart, felkészítve a nézőket az Eucharisztia titkaira, és azt szeretné, hogy meg is érkezzünk szeptember elejére az Eucharisztikus Kongresszusra, ne csak mint zarándok, kerékpárral, gyalogosan, hanem lélekben is megérkezzünk az eseményekre. Úgyhogy 10-én, 16 órakor plébános úr első előadásával készülünk. Mindig a húsvét utáni vasárnap az irgalmasság vasárnapja, ugye hát ez most, mostani vasárnap is az lesz. Ekkor is külön imaórát közvetít majd a kamera. Így van. A irgalmasság vasárnapján már hagyomány, hogy 15 órakor mindig imaórát tart plébános úr, így lesz ez az idén is, és nagyon nagy reményekkel vagyunk ezzel kapcsolatban, mert tavaly is nagyon-nagyon sokan nézték a közvetítést, úgyhogy őszintén reméljük, hogy ebben az évben is sokan lesznek a képernyők előtt. Tehát akkor tényleg csak biztatni tudunk mindenkit, hogy keressék a lelki táplálékot. Még így is, a bezártság idején is. Azt hiszem, ugye ez a legfontosabb üzenetünk most. Azt hiszem, igen. És hát hívunk mindenkit. Ez egy nagyon-nagyon szép lehetőség felkészülni, elindulni, most egyelőre lélekben, vagy egyedül, mert egyedül azért lehet menni, és azt gondolom, hogy érkezzünk meg majd együtt a Jóisten kegyelmével. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.